Január 1-től kötelező a helyi önkormányzatoknak legalább egy szakembert biztosítaniuk a közösségi intézményekbe. Ennek okán segít a kistelepüléseknek a Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési foglalkoztatási és képzési programja, ami 5,5 milliárd forintnyi kormányzati támogatásból valósul meg. Tolna megyében 81 település részesül a támogatásból, többek között Bogyiszló is. Most lehetőség nyílt arra, hogy kisebb településekre is tud delegálni az intézet közlekedési asszisztenst tulajdonképpen, és mi is ebben a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ide tudott kerülni egy asszisztens hozzánk. Az első héten ismerkedett, aztán pedig elkezdtem beavatni olyan dolgokba, mint minden más munkahelyen itt is van olyan, hogy az előző évvel kell elszámoljuk. Beszámolók, a következő évre munkatervek, statisztika, és akkor ebben a munkafolyamatban én már őt bevontam, és így végül is ő beleláthatott abba, hogy az előző év nagyjából hogy nézett ki, ami ugye nem egy általános példa, mert a vírus miatt ez egy kicsit más év volt, de legalább betekinthetett, hogy mégis hogy néz ki egy munkaév a közművelődésben. Varga Dalma, a Bogyiszlói Művelődési Ház vezetője azt mondja, nagy segítség számára a plusz munkaerő, hiszen eddig a kulturális intézmény mellett a helyi tájházat, illetve könyvtárat is egy személyben vezette, és a járványhelyzet ellenére az éves ütemtervet is ő állítja össze. Kistelepülésen egyébként is a közlekedési szakemberek és a művelődési házak dolgozói nagyon sok mindent csinálnak, tehát nem csak közösséget fejlesztünk és nem csak rendezvényt szervezünk, hanem például mi itt az egész települési kommunikáció és felelősek vagyunk, mi szerkesztjük a községi Facebook oldalt, és havilapot szerkesztünk például, tehát ez is egy rendszeres feladatunk, illetve most a vírus időszakában besegítünk a hivatali munkába is időnként, most is a lányok adóértesítőkkel foglalkoztak itt pár napot, tehát azért van, illetve hát természetesen készülünk az évre, mert nem tudhatjuk, hogy mikor indul újra az élet, de nyilván nekünk ezzel foglalkozni kell, mert a rendezvényszervezés nem úgy néz ki, hogy egyik napról a másikra. Tehát, hogy mi már most erősen elkezdjük tervezni az évet. Már az egészen közel jövőt is, mert próbálunk olyan áthidaló megoldásokat is keresni, amivel esetleg el tudjuk majd indítani könnyebben az életet. Nagyon hasznosnak gondolom, és ez egy nagy segítség nem csak nekik, az asszisztenseknek, mert hogyha megtetszik nekik ez a terület, akkor akár ugye el is helyezkedhetnek majd a közművelődésben, de azoknak a befogadó intézményeknek is nagy segítség ez, ahova őket tudták delegálni, mert kistelepülésen főleg azért nagyjából egy szakmai munkatárs szokott lenni. A Nemzeti Művelődési Intézet Tolna megyei igazgatóságának igazgatója szerint a program komoly segítséget nyújt a községeknek azzal, hogy finanszírozza a foglalkoztatottak oktatását és egy évig a bérüket is. Tolna megyében 34 településen nem volt szakember, de közben változott, tehát amikor ezt fölmértük, akkor így volt, aztán közben módosultak a helyzetek, úgyhogy most ebben a programban 81 települést tudtunk a 109-ből bevonni. Aki a programban részt vesz és foglalkoztatottként veszi föl az, amit alkalmazottunk, tehát a bér és járulékot azt mi fizetjük utána, azon kívül minden aki részt vesz ebben a programban, kap egy képzést, ami több mint 300 ezer forint, tehát 900 órás OK és képzést kap, amivel bizonyítvánnyal novemberben bizonyítvánnyal fog kikerülni innen. December 1-től november 30-ig, tehát egy egyéves intervallum, és azokkal az önkormányzatokkal, ahol ugye polgármesterek vagy a testület választottak ki, hogy ki az az ember, akivel szívesen együtt dolgoznának, nem mi mondtuk meg. Együttműködési megállapodást kötöttünk, és az önkormányzatok, akik foglalkoztatnak, vagy mi foglalkoztatjuk, és képzésre is jár, az önkormányzatok fél év tovább foglalkoztatást vállaltak. A képzést elvégző, illetve a programban résztvevő szakemberek ezáltal képessé válnak településükön közösségi és kulturális eseményeket szervezni, támogatni tudják az amatőr művészeti körök tevékenységét. Nagyon sok településen van olyan kollega, aki most kezdett ismerkedni a közművelődés rejtelmeivel, de bízunk benne, hogy jó szakemberek lesznek, és ez a képzés segít abban mindenkit, hogy kialakuljon ez, és érezzen elhivatottságot a közművelődés irányt. Ebben a programban vannak olyanok is, akik tavaly végezték el már az OK és tanfolyamot itt nálunk, és a foglalkoztatásba vesznek csak részt. A műhely munkánkon vannak olyan kötelező feladatok a közművelődésben, mint megtervezni a jövő évi, vagy hát az ez évi programokat, ha
lehet, és ebbe is nagyon sokat segítünk. Azon kívül most csináltunk egy térképet, hogy ki miben erős, tehát nem muszáj mindjárt celebek után rohanni egy falunapra, hanem azért vannak kollégák, akik horgolni tudnak, a másik virágot tud csinálni szalmából, a harmadik éppen kötni tud, és ezeket meg lehet hívni egy-egy falunapra, és nagyon jó kis programokat lehet szervezni, és nem százezrekbe kerül. Nagyon sok feladata van azért a közművelődési szakembernek a településeken. Egy az, hogy az új szakembereknek meg kell ismerni a települést. Azért hiába élt ott a településen, vagy éppen úgy került oda, azért a múltját azt érdemes megismerni, mert nagyon sok hagyományt össze kell gyűjteni ahhoz, hogy rá tudjon építeni. Ebben segítünk mi még nekik, hogy hétköznap, tehát amikor nincsenek itt nálunk a 3 napon, tehát 2 napot itt vannak nálunk minden héten, a másik 3 napon viszont feladatokat is kapnak tőlünk, ami arra szolgál, hogy a településeknek a történetét, a hagyományait fel tudják gyűjteni és fel tudják dolgozni.